A mai napon került sor a Szociális Életpálya munkacsoport alakuló ülésére. Ezt a munkacsoportot a tárca azért hozta létre, azért kezdeményezte ennek a létrehozását, hogy ezen a fórumon kerüljön megvitatásra. A területen, a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók helyzetével kapcsolatos jogszabályi finanszírozási kérdések és jövőbeli lehetőségek, tervek megvitatása. Ezen a munkacsoport ülésen ma mind az intézmény fenntartói kör, mind az érdekképviseleti kör, mind a szakmai szervezeteknek a köre képviseltette magát, 10 fő képviseltette magát ezen a megbeszélésen. Rögzítésre kerültek, hogy mik a legfontosabb feladatok, amit szeretnénk ennek a munkacsoport körén belül megoldani. Itt elsősorban és kiemelten a területen dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését szeretném említeni, ennek a hosszú távon és fenntartható módon biztosítandó jogszabály és finanszírozási rendszerének a kitalálása, kimunkálása. Ideértve nem csak a jövedelmi megbecsülést, hanem ezen kívül akár a szabadidős eltöltést, a rekreációt, a képzést, a továbbképzés rendszerét, vagy akár a szociális és egészségügyi, a szociális és oktatási terület határterületek kérdésének a megvizsgálását. Azt is rögzítettük, hogy szeretnénk azokat a szabályozásokat is megvizsgálni, minden szempontból felülvizsgálni, amelyek alapvetően befolyásolják az ítélőknek a mindennapi munkavégzését. A munkacsoport azzal zárta az ülését, hogy 2 hét múlva, azaz január 31-én folytatjuk ezeket a megbeszéléseket, és a továbbiakban szeretnénk szakértői egyeztetéseket is véghez vinni, hogy mind a szociális, mind a gyermekvédelmi területen hosszú távon is megnyugtató válaszokat tudjunk találni a területen dolgozók érdekében.